Letartóztatták a múlt heti Árpád-hídi halálos balesetet okozó sofőrt. A bíróság szerint megalapozottan lehet feltételezni, hogy a férfi versenyzésre használta az autóját, amelynek jelentősen megnövelték a teljesítményét. Múlt szombaton a férfi nagyjából 140 km/h sebességnél elvesztette az uralmát a járműve felett, és a hídon nekicsapódott egy kerékpárosnak. A biciklis nem sokkal később meghalt. Pénteken tette közzé a rendőrség a múlt szombati halálos balesetről készült felvételeket. Ezeken az látszik, hogy három autó jelentősen túllépi a megengedett sebességet, kikerülik a szabályosan közlekedőket, és egymás nyomában haladva felhajtanak az Árpád hídra. Néhány pillanattal később az elől haladó, feltuningolt Mercedes azonban megcsúszott, és a korlátot átszakítva halálra gázolt egy éppen arra haladó kerékpárost, majd visszapattant, felborult, és a tetején pörögve csúszott tovább. A Mercedes-t követő első BMW még ki tudta kerülni a roncsot, a másik azonban belerohant az összetört autóba, amelyet így még messzebb lökött az első ütközés helyszínétől. A balesetet okozó férfit a rendőrök pénteken a kórházból egyenesen a BRFK Hungária körúti közlekedés rendészeti osztályára vitték, ahol gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Vasárnap pedig már arcát eltakarva szállt ki a börtönnél a rendőrautóból a 33 éves férfi, miután a bíróság elrendelte a letartóztatását halálos közúti baleset gondotlan okozása miatt. A gyanúsított a jelentős sebesség túllépéssel a közlekedési szabályokat szándékosan szegte meg. Emellett az elmúlt két évben több szabálysértési eljárás is indult vele szemben, ami arra utal, hogy a közlekedési szabályokat semmibe veszi, ezért a bűnismétlés veszélyére megalapozottan lehet következni. A bíróság szerint megalapozottan lehet feltételezni, hogy a baleset okozója az autóját versenyzésre használja. Erre utal az autó egyedi rendszáma, illetve a jármű jelentős teljesítmény növelése is. Hozzáteszik, hogy a baleset helyszíne klasszikusan olyan hely, ahol korábban is fordultak már előközúti gyorsulási versenyek. Ráadásul a férfi a korábbi büntetéseit is olyan helyszíneken kapta, amelyeket jellemzően versenyzésre használtak. A férfit akár 5 év börtönre is ítélhetik.